Mellékesen nagy sportág választó ismerkedett meg eme gyönyörű sportága, ami nem tűnik túlságosan veszélytelennek. Arra kérlek, hogy mondd el néhány mondatban, mi az, ami megragadott benne? Ami igazán megragadott benne, az a csapat, akiket megismertem ott, az edzések hangulata, és az, hogy talán mindenki segít mindenkinek, az edzőim azt mondják, hogy igaz, hogy nem csapatsportág, de csapatként győzünk, hogy valaki jön erről, amit az mindenki érdemel, mert ettől fejlődünk. Rugások, az, hogy igazából ez nem kimondottan egy női sportág, és senki nem gondolná azt, hogy rám néz, és egy tették majd hozzá tényleg. Szóval... Azt mondd el nekem, hogy mennyi idő telt el a sportág választó között, amikor megismerkedtél a sportággal, meg a Junior Európa bajnoki bronz között. 7 év telt el köztem. Tehát akkor durván 16. sportág választó környékén ismerkedtél meg. Én ezt jól mondom? Minden évben kettő van, számoljuk vissza. Akkor a tizedik környékén. Azt mondtad a videóban, hogy egyéni talentes vagy, mert hogy Orvaszága edzésre jársz. Ezt a sportágat viszont annyira otthon nem lehet gyakorolni, tehát nincs olyan kivégetesen, hogy jól megmutatom, nem olyan, mint a foci. És a tesó ez mit szól? Fél testvérem van igazából médiában, és nem visszarogja. Azt említetted, hogy ő kezdett el a taekwondóval barátkozni, ő vele mi lett? Meglepett végül a sportágnál, vagy más választ? Nem, lejött velem egy edzésre, neki annyira nem jött be, és elment kézilabdázni. Értem, de maradt a sportnál. Köszönjük szépen! Egy nagy tapsot hadd kérjesszük el a világ.